Üdvözlök mindenkit, Necrotim vagyok, jöjjön, update-eljük, vártátok már, izgi, Valkyr és Valkyr Prime, jaj, annyi mindent fogok itt nektek mondani, és annyira izgi lesz, és szét fog robbanni az agyatok az információtól, és tudjátok, mi lesz benne a legfontosabb? Tudjátok, mi lesz benne a legfontosabb? Az, hogy Valkyrnek, nagyon seggel. Jó, azért nem vetekszik az emberével, de nagyon jó a segge, és most már, hogy a Warframe ilyen szép, részletes, és egyre szebb és szebb a grafikai motor, ezt a feneket így Premier plánba lehet bámulni mindörökké. Nos, srácok, mit kell tudni a Valkyrra? Az, hogy sikítozik össze-vissza, és van egy csomó-csomó számadat, amivel nem kell törődnötök. Csak hogyha utána néztek a Wikipédián, hogy miért olyan nagyszerű ez a Valkyr, és miért szereti mindenki, illetve miért nem szereti mindenki. Na mindegy. A lényeg az, gyerekek, hogy beszélgettünk a Valkyrról egy picit, és elhoztam nektek talán az ország egyik legjobb Valkyr szakértőjét, azt az embert, aki 11 formát volt képes tenni a sima Valkyrba, amíg nem jött ki a Valkyr Prime, és addig modolni, amíg az tényleg a határig ki nem tudta húzni teljesítményben azt a Valkyrt. Nos, úgyhogy az az ember is fog nektek beszélni a Valkyrről, ő jelenleg a mi klánunkban tevékenykedik, és terjeszti az igét, miszerint a Valkyr az istennő. Végül is várjál, van benne valami, nem? Na jó, úgyhogy őről is fogunk beszélni, úgyhogy be fog mutatkozni minden, itt lesz, de így megosztjuk a dolgokat, hogy teljesen összezavarodjatok, és tényleg csak arra tudjatok fókuszálni, hogy milyen jósége van a Valkyrnek. Lesz szó az én részemről, és lesz szó ugye az ő részéről, amit ő hozott ki modolásnak kardok szempontjából, amit én hoztam ki modolásnak meglátások kardok szempontjából, és úgy gondolom, hogy mind a kettő hozzájárul ahhoz, hogy úgy kiválasszátok, hogy mely játék stílus áll közelebb hozzátok, továbbá mindenki úgy csinálja, ahogy neki tetszik. Nos, srácok, vágjunk is bele. Mit tud a Valkyr? Oké, mindenki tudjuk, hogy mit érdekel. Mindenkit a kettes képesség érdekel, illetve az ultia érdekel, hogy mire képes az ultiával, ugye? Na, azt most tudnotok-e, hogy az ultia az most úgy működik a Valkyrnek, hogy rettenetesen szívja az energiát. Rakadsz max effektivitás, max időt, hogy levidd energia fogyasztását gyakorlatilag a Valkyrnek, és ezen felül a max időt érdemes húzni, hogy levidd az energia fogyasztását, de minél hosszabb ideig van bekapcsolva az ultia, annál gyorsabban szívja azt az adott energiát, úgyhogy gyorsan ki is mész az ultiból, hogy honnan tudod, hogy mit akarok mondani, tehát, és azt tudnod kell, hogy ha kimész az ultival, az eddig összes elnyert sebzést, hogyha ellenfelek vannak a közeledben, és kikapcsolod az ultit, az összes eddig elnyert sebzést beadja neked, ha ellenfelek vannak a közeledben. És akkor kérdeztetek, de jó, de honnan tudjam, hogy mikor nincsenek ellenfelek a közeledben? Van egy kör Valkyr körül, amikor ultizik. És az a kör, ha azon a körön belül nincsen ellenfél, akkor nyugodtan kikapcsolhatod az ultidat, és nem kapod be a sebzést. De ha vannak, attól függ, hogyha többen vannak abban a körben, akkor bekapod az egész sebzést, és fekszel azonnal. Kicsit furcsán rossz megoldás, de ez van. Ezt kell tudni az ultiáról, a fő lényeg. A többi lényeg, hogy van egy csomó szám, amit Wikipédián megtaláltok, és csomó kombószorzó, meg anyám kínja, ami fantasztikummal öleli föl a Valkyrt, és különböző 1600, meg mindenféle százalékokat hozzától, amire nem kell foglalkoznotok vele, amit tudnotok kell, hogy nagyot tud sebezni a Valkyr, és impact, puncture és slash damage-ben oszlik el egyenlően az ultiának a sebzése. Hatnak rá a power strength modok, ezt ugye tudnotok kell, a melee combo counter és a melee számláló, tehát minél több, minél nagyobb a kombód, annál nagyobbat fog sebezni, című történet. Emiatt a kardokba fontos a body count vagy a drifting contact nevű mod. Emiatt fontos, tehát így nem jön rosszul, ha van ilyenek. Drifting contactot nightmare modokon lehet farmolni, amik jelenleg a bolygókon el vannak osztva. Ott lehet farmolni, a body countot pedig, a drifting contact jobb bizonyos szempontból, a body countot meg majd előbb-utóbb visszajön, mert az egy event mód volt, és könnyen dobta. Na, tudnotok kell még, hogy nagyon-nagyon felszorzódik az ultiának a damage, minden fönt van, Wikipédián le lehet írni, és
nem hat rá, azt meg tudod, nem, a Live Strike nem hat rá, a Covered Lethality nem hat rá. Egy kicsit úgy működik, mint a Excalibur Exalted Blade-je, csak nem működik a Covered Lethality, nem működik a Live Strike, bla 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 bla. Na, amit még tudnotok kell, hogy a Ground Finisher, tudjátok, amikor így ráugrik a Valkyrie, és felpofoz az ellenfelet, 1600%-os damage-et tud kiadni. A Mili Finisher, a finishereket úgy tudjátok Valkyrie-nál elérni, hogy megnyomjátok a 3-ast, és akkor finisherre megnyílik, 6400%-os damage-el állunk szembe itt, tehát ilyet tud kiosztani a Valkyrie, úgyhogy nagy-nagy és sok damage-et tud kiosztani a Valkyrie seggel, jó. Na, most már, hogy teljesen rá vagytok izgulva arra, hogy a Valkyrie miért olyan kurva erős, és tényleg kurva erős, annó, amikor én megszereztem a Valkyrie-t, így én rögtön feltettem a polcra. Nem tudtam, hogy miért, de feltettem a polcra, és később kiderült, hogy azért, mert hogy kurvára nem voltak meg hozzá a modjaim. És úgy gondolom, hogy a Valkyrie igazán, igazán tényleg határt kitolóan erős legyen, kellenek hozzá azok a modok, azok a tipikus modok, amit neki jót tesznek. Ami a modolását illeti, én Valkyrie-nél egy ilyet csináltam, hogy ez egy alap egyszerű modolás, egyszerű, hát elég egyszerű. Ami itt kitűnik a szemnek gyakorlatilag, az ugye a Primate Flow, és kérdeztetitek, hogy minek neki Flow, azért, mert én az ultiját használom elmenekülésre, életfeltörtésre és szorult helyzetekben való kitörésre, és csak arra. Viszont mivel, hogy kurvára eszi az ultia az energiát, így aztán úgy gondoltam, hogy egy Flow nem árt neki című történet, esetleg ultiban is tudok maradni. Nos, Eternal War, mint egy kötelező című történet, és ugye gyakorlatilag fontosan 2 másodperccel megnövi, hogyha ölök az Eternal War-nak és a kettes képességnek az idejét. Steel Fiber, Vitality kötelezőek, és 184 erő. Ki lehet hozni belőle sokkal több erőt is. Van egy olyan kombináció, fogjátok Transistent Fortitude-ra, lecserélitek mondjuk a Rage-et, de akkor ez Zenurik iskola hihatatlanul kötelezővé válik, és amúgy is úgy próbáltuk kihúzni a Valkyrt, hogy ne izé Naramon Shadow Step-jével, jó? Tehát Naramon Shadow Step-jével bárki el tud menni végtelenségig, mert az Naramon Shadow Step, csak legyen egy kard, ami kritikus tűt. De hogyha Naramon Shadow Step-et raksz be Valkyrnek, akkor végtelenségig ben vagy bárhol, ha fent ott tartani a live supportot, és már az ellenfelek random nem lőnek rád, mert hogy láthatatlan vagy, és már csak lőjenek valamit, akkor gyakorlatilag ezzel hihetetlenül fent tud tartani magad, és ugye egy extra erővel benne már el tudsz érni, hol vagy, Warcry, 114%-os armor emelkedés. Nos, én azt mondom, hogy mivel hogy Warcry-os build, a Rage-et úgy gondolom, hogy nagyon is kell használni. Próbáltam nélküle, hogy őszinte legyek, a Rage nélkül játszadozni. Nagyon magas szinten, ha látható vagy, akkor le fognak ütni. Nagyon-nagyon próbáltam, és hamarosan jönnek példák is mindarra, amit beszélek. Nos, kard. Tehát ez egy Warcraft-i arra való, hogy a kettes képességeddel folyamatosan be legyen kapcsolva, és harcolj ezerrel, és a Valkyr bírja. A kard tekintetében Kidó beszél a magáéról, azért nem beszélek én arról, én csak egy kardra szeretnék felhívni a figyelmeteket, amivel a Valkyr hihetetlenül jó teljesít, és annak modolására. És tudtam én, hogy egyszer használt veszem, úgy hívják, hogy Dark Split Sword, a másik az a Venkalenna Prime, a Venka Prime, ami most jött ki, az se rossz dolog hozzá, de a Dark Split Swordot érdemes megnézni magunknak egy kicsit. Mert hogy mit tud a kicsike? Rámegyünk az upgrade-re, nagyon fontos, Life Strike. Elsősorban bármit raksz, bármi előtt belerakod, Life Strike. És ugye említettem, nem kell neki a Berserker, de poén, tehát ehelyett rakhattok bármit, Berserker helyett. Viszont amit tud ez a kard, az, hogy alapsebzésen radiation, és másodsebzésre kihoztam korrózívet. Radiation korrózív az álom kombináció Warframe-ben. Kard szempontjából az álom kombináció, de ezt most komolyan mondom nektek, és nagyon-nagyon erős tud lenni. Mit csináltam ezzel a karddal még? Rettenet fontos, Weeping Wounds, Blood Rush, Body Count, vagy Drifting Contact. Kinek mi van. Drifting kontaktot lehet ugye most is farmolni. Ez a 3 mod
kiteszi a mennyországot ennél a kardnál, és most meg szeretném nektek mutatni, hogy miért. Elmegyünk gyorsan a szimulakrumba. Nos, itt vagyunk ugye a szimulakrumban, aminek a példa oka csak az, hogy megmutassa azt, hogy ez a két kard gyakorlatilag mire képes magas élettel rendelkező enemikkel szemben, és miért ajánlom én például ezt a Valkyrnek gyakorlatilag, mert nagyjából minden ilyen kardot adsz neki, de tényleg csak le jól kimodolva, és a Warcry-jal működjön, de ezt a kardot kifejezetten ugye a Radiation, illetve hogy ki lehet még húzni mellé korrózió, damage és elképesztő effektivitás. Jöjjenek a drágák, korruptet, heavy gunner, kill, ha valakire el lehet mondani, hogy sok élete van az ő, és hogy nehéz leölni az ő, ugye? De viszont tudjuk, hogy a korruptet, heavy gunner, Eximus a korrózívra az egyik legérzékenyebb. Semmire se igazán érzékeny, de azt a kurva. Nem semmi, ugye? Tehát semmire se igazán érzékeny, de a korrozívra igen. És azt most kihasználjuk. Adunk neki kurva sok radiation damage-et. És... ja, de útközben ugye már lebontja. Ugye erre képes az a három mod, Body Count, Weeping Wounds, Blood Rush, hogy gyakorlatilag... a piros kriteket előhozza egy olyan kardból, amivel lehet jól kritelni, és felépíteni a kombót. Voilà, c'est fini. Kész vagyunk? Kész vagyunk. 135-ös Heavy Gunner Eximusok ellen, ezért jó a Dark Split Sword, de az igazság az, hogy bárki ellen ennyire jó. Tehát jöhetnek a bombardok is, ha Valkyr kibírja, mert elméletileg ki kell bírja neki. Tehát a, lényeg, a másik meg lényeg az ugye, hogy kibír, sok mindent kibír. Szóval mondjuk 8 bombardot nem tudom, hogy kibírja, ezt most tesztelem le, hogy mit bír, lássuk mit bír ki a kicsike. Azért a bombardok távolról lőnek. Júj, júj, júj! ez sajnos közelükben nem lehet lenni, mondjuk az Eximusoknak a közelükben nem lehet lenni, de megpróbáljuk a... sima, de hát ez már csak ilyen fun dolog, mert azért 8 bombard egyszerre nem jön el egy szembe, vagy igen, nem tudom. Na, jó, jó, Warcry bekapcsol, és... jaj, gyerünk bombard! Ó, bazd meg! Oh. Elképesztő. Na, adjuk neki meg egy próbát, el fogok jutni a közelükbe. Na, az legalább tudjuk, tehát Valkyr gyengéje. Jó, így eljutunk a közelükbe, és majd az ultit kikapcsoljuk ott. Jaj, meg ne hagyj! Na, most már, hogy itt vagyunk, az már sokkal barátibb dolog. Úristen! Jó, van, így már le lehet őket ölni. És le is bontja őket becsülettel a gyakorlatilag a korrozív is, illetve a radiation vagy a bombardok ugye a radiation-re érzékenyek, azon kívül, hogy egymás ellen fordítja őket, de igen, így meg lehet oldani, hogy bejössz 8 bombard közé, és ledarálod őket a rákba. De amit látjátok, a Dark Split Sword működik, a problémája Valkyrnek a hihetetlenül magas szint. És most meg fogok nektek mutatni egy enemit, ami mondjuk a sebzés terén fölér a nála sokkal magasabb szintűekkel, és a Valkyr 5 másodpercet, tehát nem, 1 másodpercet nem bír a közelükbe, és ő a Valkyr gyengéje. Lehetne mondani azt, a hatalmas sebzés, hiába a sok armor, hiába akármi, a hatalmas sebzés megöli a Valkyr. Tehát tegyük fel, ebből csak 3-at rakok be, tehát akkor érezzétek azt, hogy mennyire erős ez az enemy, csak úgy szólok. Ennyi. Tehát ennyi a Valkyr, tehát egy darab, tehát nézzétek meg egy darabba, ez az enemy, tehát a korpusztek azért gecire nagyot sebez. Na, valakit ki kell rakjak a klánból, úgy érzem, random hívogatni nálunk, nem szabad a klánba. Szóval a korpusztek az hihetetlenül nagyot sebez, nagyobbat, mint ami a szintje, nagyobbat, mint a Heavy Gunner Eximus, mint egy bombard, mert egy bombardból kibír a Valkyr 5-6 lövést, 135, de ebből szart se bír ki. Armor bekapcsolva, ugye? Az megvan, oké. Okay. És még így is. Figyeljétek! Ennyi. És a egy ilyen elf, ez Valkyr halálos ellensége, így is mondhatnánk, a nagyon magas szintű, nagyon magas sebzés, mint minden Warframe-nek, de mutatok nektek valamit, mert van egy Warframe, aki ezt ki tudja bírni, és hát mit nem mondjak, azért
És el lehet dönteni, itt feljön a nagy kérdés, ki az erősebb. És most meg fogom nektek mutatni a Valkür gyengéjét, és egyben egy másik karakter erősségét, aki, és el lehet dönteni, föl lehet tenni a kérdést, ki az erősebb, ő vagy a Valkür. És azért hozzá kell tegyétek, hogy a Valkür nem bírna bejutni 8 darab ilyen enemy közé, a Chroma az be tud jutni. Gyakorlatilag. És ez az enemy például nem sok, de tehát élettel nem bírja olyan jól, de a sebzése az, ami megmenti őt. És tényleg meg lehet kérdezni, hogy ki bírja jól akkor most, Chroma, Valkür jobban bírja? El lehet dönteni. Ez lesz az én búcsú kérdésem a Warframe-e. Ki a jobb? Valkür, Chroma? Szavazás indul, srácok, Valkür vagy Chroma? Na, és akkor most jöjjön Kidónak a beszámolója arról, hogy ő hogyan látja Valkürt, és mitől gondolja annyira jónak ezt a karaktert. Sziasztok, Kiddo vagyok, és hosszú-hosszú idő után végre lecserélhettem Valkürt a Prime verziójára. Hogy miben is nyilvánul ez meg, azt gondolom, mert már ti is hallhattátok Nekrótól, én csak néhány alapdolgot akarok veletek megosztani, hogy miért is választottam annó a Valkürt. Gyakorlatilag két opció volt nekem számomra, amivel gyakorlatilag szólóban el tudtam volna lavírozni, ez a láthatatlanság és a halhatatlanság. Végül az OP-ságot nekem az a halhatatlanság adta. És ezt akartam minnellel tovább busztolni, hiszen nagyon alapjáratban nagyon sok armort lehet belőle kihozni, illetve azért nem lehanyagolandó, hogy meg tudja boostolni az armorját, még ezen felül a skilljével, és még több attack speedet tud magának kicsiholni. Emiatt már is új lehetőségek adódnak a módolásnál, mivel azért eléggé korlátozott a lehetőségeink. Az egyik kedvenc buildemet, a régit kellett most gyakorlatilag előszedni, mert megint az utóbbi időben megint módosítottak rajta, ezért ismét a kettes képességére fókuszálok, ahol minél több erőt akarok beletenni, és az Eternal War az természetesen az nem maradhat ki belőle. A Rage, a Primate Continuity, a Steel Fever, a Quick Sinking, ezt azért cseréltem le a Vitality helyett, mivel már nagyon sok energiája van, amiből tud táplálkozni. Az erőt az viszont csak Blind Range és Transient Fortitude-ra redukáltam le, mivel itt már be kell tenni a Primate Flow-ot, hogy azért bírja a gyűrődéseket, hogyha energia HP-t akarunk neki biztosítani. Ha pedig a régi buildet használjuk, akkor nem szükséges neki Primate Flow, és nyugodtan lehet kevesebb pontért a Vitality-t beletenni, és akkor be tudjuk szépen szuszakolni az Energy Conversation, amivel körülbelül, hogyha minden erősebb modot kisajtolunk belőle, mint a Blind Range, a Transient Fortitude, és az Energy Conversation, ezek mind maxon vannak, és minden klappol, akkor 300%-os erőt lehet belőle kihozni, így gyakorlatilag nagyon sokáig egyszerűen nem lepattog szinte a karakterről a dövések, és végig szántjuk a fél mapot. Mint mondtam, hogy ez az erő, ez biztosítja, hogy minél gyorsabban tudjunk használni a melee fegyverünket, mert a Valkürnek nem nagyon szükséges más fegyver biztosítani a számára, csak is kizárólag egy melee fegyverrel el van, és nem kell neki attack speedet biztosítani, így gyakorlatilag két helyet fel is tudunk szabadítani, hogy nem kell belerakni berserkert és a furin modot, ez lehet most tök mindegy, az most a Primate Fury, akkor is túl sok pontot zabálna, nem kell. Anélkül el lehet lenni, szépen előkapjuk a legerősebb sebzésű kardot, nem érdekel, ha lassú, ez lehet Jet Kitag, Galatin Prime,
vagy esetleg még a War, de én azt nem kedvelem, mert az inkább, hát az Impact sebzése az valahogyan nem az én világom. Én például a Galatin Prime-nál ott nagyon fontos a Life Strike, mivel muszáj azért azt a kevés HP-t azért azt biztosítani, hogy a Rage-el azt ellen tudja súlyozni azt a HP, minimális HP veszteséget, és a kardot csak is kizárólag erőre kell buildálni. Hogyha amivel meg tudjuk kicsit spékelni, hogy beteszünk Prime Reach-et, és akinek pedig megvannak ezek az új módok, mint például a Blood Rush vagy a Drifting Contact, ezekkel nagyon szépen fel lehet boostolni a karnak az erejét, mivel szintén akár mint a Chroma, hogy nem kell folyamatosan tudja magának az erőt biztosítani, hogy sose fogjon ki a szuflából. A speed is így a lehető legnagyobb DPS-t tudja kihozni magából. Általában egy darab elementált szoktam belerakni, ez lehet korrózió, radioaktivitás, pont az adott eneminek megfelelően, hogyha például Voidra megyek, akkor természetesen akkor radioaktivitást szoktam használni. A Galatinban a Critical Multiplier-t szoktam csak megnövelni, mivel a Blood Rush és a Drifting Contact azért biztosítja, hogy minél több kritet le tudjak adni, és vörös krit már elég hamar elérhető, megint kicsit módosítottak ezen az utóbbi időben. Így gyakorlatilag ez az egyik kedvenc buildem, viszont van még egy másik, amit még mindig kísérletezgetek, ez pedig a Hysteria build, de túlságosan is gyorsan fogyasztja az energiát, így csak azoknak tudom ajánlani, akik inkább egy shorty féle survival-ön gyorsan túl akarnak lenni, minden különösebb gond nélkül. Nos, ez lett volna Kidónak a beszámolója. Remélem, hogy egy széles képet kaptatok a Valkyrről és lehetőségeiről, és nem tűnik olyan egyszerűnek az egész karakter, mint amilyennek kinéz. Ennyi lett volna, srácok. Köszönöm a figyelmet. Következő videóig sziasztok!